A boros üvegek lezárására évszázadok óta használják a parafát, amelyet most veszélybe sodort a klímaváltozás. Az Euronews Katalóniában készült 360 fokos videója azt mutatja be, hogyan készül a parafa dugó, és mit tehetünk azért, hogy ne kelljen nélküle élnünk. Az Oller nevű cég naponta 1,5 millió parafa dugót állít elő. Ebből a mintegy 150 tonnányi parafából 10 millió parafa dugó lesz, büszkélkedik a tulajdonos. A parafa azért olyan remek módja a boros üvegek lezárásának, mert pont annyi levegőt enged a palackba, amennyi a bornak még jó. A 2000-es években a műanyag dugó előretörésével a parafa visszaszorult, de azután a trend újra megfordult. De vajon honnan jön a parafa? Ellátogattunk egy paratölgy erdőbe, és beszéltünk annak tulajdonosával, Jordival, aki 25 éve dolgozik az iparágban. 14 évente dolgozunk az erdőben, mondja, előtte meg kell tisztítani. A kéreg eltávolítása összetett kézi munka, különösen ha az ember jó munkát akar végezni. A parafa dugó a kéregből készül, amit fejszével választanak el a törstől. A minőség szempontjából nem mindegy, hogyan. A jó minőségű parafához megfelelő erdőgazdálkodás szükséges. El kell távolítani a rossz helyen lévő fákat, hogy a többi elég napfényt és vizet kapjon, erős és egészséges legyen. Például ezt a fát jövőre kivágjuk. Hogy miért? Mert felesleges. Ezen az oldalon van egy jó fa. A másik oldalon is van egy, mindkettő jobb minőségű parafát ad majd. Az átgondolt erdőgazdálkodás nem csak üzleti értelemben szükséges. Segít csökkenteni a klímaváltozással összefüggő kockázatokat is. Viszont Katalóniában csak az erdők negyedében zajlik tudatos erdőgazdálkodás. Ez a tudósokat is nagyon aggasztja. Látjuk ezt az erdőt, nagyon sűrű, tele van ágakkal, gyökérrel, olyan, mint egy dzsungel. Ez jellemző egy kezeletlen erdőre. Ez a sok növény kemény versenyt folytat az egyre szűkösebb vízforrásokért, ami kiszárítja az erdőt. Több növény pusztul el, sok lesz a holtfa, a kiszáradt maradvány, ami növeli az erdőtűz kockázatát. Ezen a paratölgyön egy 7-8 évvel ezelőtti tűznyomai látszanak. Oak, cork oak, for example, the marks of an old forest fire that we had 7-8 years ago. Az erdőgazdálkodás természetesen a kitermelhető kéreg mennyiségét is növelné, amit szívesen fogadnának a dugót készítő üzemek. A katalán erdők jellemzően magántulajdonban vannak, a tulajdonosi struktúra széttagolt. Egy tulajdonosra jellemzően olyan kis terület jut, amin nem lehet érdemi gazdálkodást folytatni. Carlos Gracia szerint a megoldás valamiféle szövetkezeti rendszer lenne, ami azonban állami közbelépés nélkül nem igen fog létrejönni.